Eddig két összefoglalót mutattunk az újvárosi műfüves bajnokságról, most itt a harmadik, és revidiálnom is kell mindjárt az elfogult narrációmat, miszerint sima ügy lesz a kinizsi legénységének a három akadály. Az első két derbire ez helyel közel igaz volt, a harmadikra pedig nagyon nem, az utolsó pillanatokig kétséges volt, hogy a meccset X-e tudjuk-e hozni. Nem kezdtünk rosszul mindenek ellenére, itt Kunugrat, Somogyvárét keresve, és hódul előtt áró fel Kovács kapuja, de a portás hárít. Mélységi indítás a pirosaktól, Sági rástartól Juhász kíséri a lövést, pedig Andrejev bravúrral hárítja. Ezzel itt lehetett volna kezdeni valamit, egy elcsípett labda, de Csányi csúnyán fölé vágja. Itt pedig a vendég támadás, ami gólt is eredményezett, Villám és Német összjáték a védelmi rövid zárlat, egy nem ide. Közben megsérült Juhász, Rebők áll be, a vörösök ismét ajándékba adnak egy labdát, Csányi nem tud vele mit kezdeni, illetve igen, csak Kovácsba lövi a könnyen jött zsugát. Nem szabadul föl az ellenfél kapuja, a hódul előtt is kínálkozik egy ordító helyzet, ez is kimarad. Add be! Elmondjuk már a labdát! A labda felé mozdodjuk már! Támad! Ez az bosszantó labdavesztés a félpályán, Sági és Német előtt kínálkozik lehetőség, ezt ismét csak kísérjük, a halkszavú Andrejev visszafogottan csak annyit kér a védőktől a végén, hogy szedjék össze magukat. Meghallgatásra került a kérés részben, Csányi kísérletezik, úgy tűnt, hogy ebből nem lesz semmi, de aztán Hújber érkezik és bepofozza. Kikitől indul az akció szép középreivel, és Csányi pedig mesterien fejez be. Na, valami. Nem sokáig örülhetünk a vezetésnek, ismét Némettel adódnak gondjaink, aki kertésznek kínál visszautasíthatatlan ajánlatot, Andrejev még beleért, de hárítani nem tud. Itt még egy ígéretes kísérlet szabadból, Kovács ezt kitornázza. Fordulunk, még egy szűk negyed óra van hátra, hódul a nagy pillanata, jó labdát kap, és ezzel beköszön ő is, X-e hozva a meccset, és ez pont arra elég is, hogy megnyerjük a csoportot. Ezzel még nincs vége, a B csoport győztesével, Besnyővel mérkőzünk majd a közeljövőben az újvárosi körzet összesített elsőségéért. Hajrá, Kinizsi!